A Duna Európa kék szalagja, az 5. dél projektje. Fekete erdőtől a fekete tengerig. A Duna a második leghosszabb folyam Európában, a Volga után. 10 országon halad át, vízgyűjtő területe pedig 7 további országot érint. Duna szélessége változó. Ausztriában 102 méter széles a Széchenyi Lánchídnál már eléri a 350 méteres szélessége, míg az Al-Dunán pedig akár 15 km széles is lehet. A Duna a történelem során fontos közlekedési útvonal, táplálékforrás és természetes határ volt. Az első hidakat a rómaiak építették a Dunán, a hídfők romjai a folyón több helyen is fellelhetők. Ma vizét energiatermelésre használják és vontató hajókon, uszályokon szállítják az árut. Árvíz, segítség, folyószabályozás. A legnagyobb dunai árvíz az 1838-as Pesti volt. Báró Veselényi Miklós, aki maga is hősiesen részt vett a mentésben, így írt erről a lapról. Már ekkor kezdtek a házak omlani és düledezni. A tetőzés idején a Józsefváros, Erzsébetváros és Ferencváros legnagyobb részét több mint 2 méter mély víz borította. Liszt Ferenc Bécsben koncertet adott az árvíz károsultak javára. A folyószabályozás és az első kőhíd építése Gróf Széchenyi István nevéhez fűződik. Ma már Budapestet gátak védik. A víz körforgása. A víz körforgásának energiáját végső soron a nap energiája szolgáltatja. A lehulló csapadék lefolyik, beszivárog vagy rögtön elpárolog. A párolgó levegő felemelkedik, lehűl, felhő alakul ki belőle, majd a sok párából csapadék képződik és lehull a felszínre. Örökbálintól a Dunáig. A patak forrása a Torbágyi erdőben található, és többek között Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Örökbálint, Diós területét érintve csatlakozik a Dunába. A patak hossza 17 km, a Törökbálinti mellékág hossza 8 km. A patak környékén már lakott ember az őskorban is, az autópályák építésekor a régészek sok tárgyat találtak. Nagy problémát jelentett a nagy mennyiségű csapadék elvezetése, ezért egy évvel ezelőtt víztározó épült a város határában.